Idén is felköszöntötte a pedagógusokat és a nevelőket Bátaszék polgármestere a pedagógus nap alkalmával. Ezt a napot 1952 óta ünnepeljük június első vasárnapján, és hagyományosan minden évben a város vezetője felköszönti az oktatókat. Bozsadik Róbert először a II. Géza gimnáziumban köszönte meg a tanárok odaadó munkáját. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy sok pedagógus, mérnök, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok tisztességes ember tanult, és itt élhet Bátaszéken. A pedagógusok egy nagy kihívás előtt állnak most már évtizedek óta, és talán eljött az a pillanat, amikor végképp meg kell kongatni a harangokat, hiszen a pedagógus feladata az most már nem csak tanítás. Nagyon sok olyan dologgal kell szembenézzen, amivel korábban nem kellett találkozzon. Sokkal mélyebben kell a családokkal a kapcsolatot tartani. Gyakrabban szembesül agresszióval, akár a családtagok, akár a diákok részéről. És hát nagyon sok esetben már-már lelki tanácsadói feladatokat is el kell látni annak érdekében, hogy feloldja a gyermekekben azt a feszültséget és stresszt, aminek segítségével utána érdemben tanítani is lehet. Azt gondolom, hogy nekünk, a társadalom részének is nagyon komoly szemléletváltáson kell keresztül menjünk. Vissza kell adjuk a pedagógusok megbecsültségét, azt a megbecsültséget, ami jellemző volt 30-40-50 évvel ezelőtt egy pedagógusra vagy a pedagógus társadalomra. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak olyan tanár eszményképe, ideáljai, hiszen az ember akkor jár iskolába, amikor a legfogékonyabb, akinek egy-egy gesztusát, egy-egy mosolyát, azon kívül persze, amit tanított nekünk, visszik tovább és beépül a személyiségünkbe. Ezért szoktam én is mindig mondani, hogy a pedagógusnak lenni nagyon nagy felelősség, hiszen a mi egyéniségünk alapján formálódnak azok a karakterek, amivé a gyerekek válnak. Mi beépülünk és tovább élünk a tanítványainkba, és valamilyen módon mi is formálódunk általuk. Tehát ezt évtizedes tapasztalat alapján tudom mondani, hogy mi magunk is változunk. Tehát egy-egy gyerekanyag, egy-egy osztály, akiket tanítunk, azok is hatással vannak ránk. Azok a pedagógiai módszerek, amelyekkel mondjuk egy korábbi osztályt tanítottunk, azok már nem biztos, hogy működnek egy másiknál. Tehát mi bennünket is arra kényszerít, hogy örök változásban legyünk, és ez egy picit úgy mondanám, hogy lélektanilag az embert karban is tartja. És hogy miért is jó ma pedagógusnak lenni? Én azt gondolom, hogy ez valahol az embernek a lelke mélyén, tehát hogy tudja, tud jót tenni, tud adni, önmagát tudja. A pedagógus mindig önmagát adja, hiszen minden órán a teljes személyiségét, a tudását, az emberségét, és mindazokat az attitűdeket, ami az emberi lényegéhez hozzátartozik, mindazokat adja, és hát azt jó látni, amikor egy-egy évfolyam kimegy, a ballagáson, amikor felsoroljuk azt a sok szép eredményt, amit elértek, mert ezekben az eredményekben mindig benne vagyunk valahol mi is. Aztán az is nagyon jó a pedagógus hivatásban, amikor találkozunk, amikor visszajönnek. Akár egy osztálytalálkozóra, akár az ember találkozik velük az utcán, vagy bárhol, jó hallani azokat a dolgokat, amelyeket visszaadnak, hogy milyen élmények maradtak meg bennük. És nagyon jó együtt dolgozni azokkal a tanítványokkal, akik később kollégaként térnek vissza. Ugye a mi intézményünkben sok ilyen kolléga van, akik itt végeztek, és visszatértek pedagógusként. Ez pedig a legjobb érzés, amikor kollégaként tudja az ember őket köszönteni. Ilyen volt például Péter Albert, aki itt végezte el a középiskolát, és már hosszú éve tanít is az egykori alma mater falain belül. Ő gyermekkorától szívta magába a pedagógus pálya szépségeit. A szüleim pedagógusok, én mondhatom, hogy egy pedagógus dinasztiából származom. Már egész kis gyermekkorom óta készülök erre a pályára, amióta az eszemet tudom, pedagógus szeretnék lenni. Én mindig ott voltam a szüleim mellett, amikor dolgozatot javítottak, amikor készültek órára, és engem ez nagyon-nagyon vonzott, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Amikor az általános iskolában fordított nap volt, akkor elsőként jelentkeztem pedagógusnak. Nekem a példaképem édesapám volt, nagyon szerettem az óráit, azt szokták mondani, hogy
hogy nem jó az, hogyha a szülő tanítja a gyermekét. Na most én elmondhatom, hogy engem tanított biológiából, földrajzból, éneket is tanított, kémiát is tanított, meg osztályfőnököm is volt, és semmilyen hátrányt nem éreztem ezzel kapcsolatban, sőt, velem szigorúbb volt. És hogy mit üzen azoknak, akik kacérkodnak a pedagógus pályával? Ami motiváló lehet, az a pályának a szeretete, a gyerekek szeretete, az, hogy a tudást átadja. Ezek lehetnek motiválóak. Nem az, hogy a nyári szünet, mert az nem motivál, azért sem motiválhat, mert évközben nekünk nincs lehetőségünk kivenni szabadságot, és az a nyári szünet az nem 3 hónap, üzenem innen is, hanem annál jóval kevesebb azért. De tény, hogy van egy összefüggő nyár, amikor a családdal, hogyha a pár is pedagógus, akkor lehet közös nyaralást tervezni. Most nem azt mondom, hogy beszéd le róla őket, nem beszélni. Igen, tehát mivel tudnám őket rábeszélni? Ehhez kell egy hivatástudat. Tehát ha nincs meg a hivatástudat, nincs meg a pályának a szeretete, akkor nagyon nehéz, de ha ez megvan, akkor én is javaslok diákoknak. Tehát, hogyha látom rajtuk, mert azért 17-18 évesen már látszik az, hogy kikből lehet jó pedagógus, akkor én is mondom, hogy belőle egy jó tanár lenne, és meggondolandó, hogy a pedagógus pályát válassza. Péter Albert azt is hozzátette, manapság már nem nagyon divat a diákok körében a tanárokat megköszönteni pedagógus napon. Régebben sokkal jelentősebb volt ez az ünnep. Ma már azt lehet mondani, hogy nagyon ritkán emlékeznek meg szülők, gyerekek a pedagógusokról, tehát nagyon ritkán kapunk bármilyen elismerést pedagógus nap alkalmából. Az viszont egy szép gesztusnak tartom, hogy a polgármester úr minden évben bejön a gimnáziumban, köszönti a pedagógusokat, pedig már nem fönntartó a polgármesteri hivatal, de mégis úgy érzi, hogy a városnak szüksége van erre a gimnáziumra.